Műsorunkat a Stihl Kft. Támogatja. Egy rendkívül színvonalas és nagyon izgalmas regionális versennyel indult a 2024-es Stihl Országos Fakitermelő Bajnokság a Komárom-Esztergom vármegyei Császáron. Április 20-án ugyanis a Vérteserdő ZRT, Császár önkormányzata és a helyi Stihl szakkereskedés az Agrogold Gazdabolt által szervezett regionális fordulón 9 csapat, köztük tavalyi dobogósok, újoncok, valamint fiatalok vettek részt. A versenyt végül a 2023-as döntő bronzérmese, a Bajnai Erdészet Alba Berkenye, Délvértesi Erdészeti Igazgatóság négyese nyerte meg a nagy téli szünetet követően. Be nem rozsdásodtunk semmiképpen, a csapatszellem az ugyanúgy megvan bennünk. Igazából most úgy jöttünk ide, hogy a tavalyi évtől csak jobbat lehet csinálni. Tavaly ugye ott voltunk Szegeden, ott voltunk Gödöllőn ugye első helyen, országosan a harmadik helyen, igazából teljes mászélességgel fel vagyunk készülve itt a következő futamokra. A délelőtti futamon egy picit hibáztam a döntésnél. Az első versenylát ugye az meg volt teljes mértékben igazából, de a másik fordulóban ugye korrigáltunk minden hibát. A Forgács János, Szabó Szilárd, Szabó Zoltán, Rózsa Sándor összeállítású Alba Berkenye csapat egyébként a délelőtti fordulót követően is az első helyen állt. Így a győzelmük nem ingott meg. Főleg, hogy a csapatkapitány először 18, majd 17 másodperc alatt szerelt, tehát mindkét idejével a mezőny leggyorsabbja lett. Délelőtti harmadik pozícióján javítani tudott viszont a Hanyi Hódok négyese, így Horváth Csaba, Zsámboki Krisztián, Posgai Tamás és Bencsics István végül másodikként zárta a császári regionális versenyt. Hál' Istennek a császár eredmények egész jók lettek, arra kezdetektől is, első kettőre is. Ugye volt egy év kihagyás, és Soproniba sikerült elsők lennünk. Itt most sajnos a második helyet tudtuk megcsipni. Hát szerintem rajtam múlott egy picit, mert a célzással vannak egy kis problémák. Gyakorlás kérdése szerintem. Ugye most valahogy nagyon korán jött az egész, még úgy a favágási szezonnak a közepén vagyunk, és nem nagyon volt idő gyakorolni. De próbálkozunk, és szerintem sikerülni fog. A szeptemberi döntő adott, készülünk, ugye négyen vagyunk, mind a négyen más irányba dolgozunk, és próbálunk egy Somogyszobira elmenni versenyen kívül. Gyakorlás gyanánt, mert nagyon hosszú lesz a szünet az országosig, és egy-két gyakorlás szerintem azért belefér, vagy kell is, szükséges. A délután során szintén előre léphetett egy helyezést a helyi Stihl szakkereskedés által támogatott Agrogold csapat. Feru Dániel Vince, Kajári Rajmund és Kajári Ferenc mellett a bajnokság egyetlen női versenyzője, Veres Boglárka erősítette a gárdát, méghozzá nem is akárhogyan. Két év kihagyás után elég nehéz volt újra visszarázódni, két csapatból csináltunk egyet, és megpróbáltuk a legjobbat kihozni belőle, és sikerült is. Próbáltunk gyakorolni, és ezek szerint jól sikerült, mert azért az ember, amit megtanul, azt nem bírja elfelejteni, mert benne van a vériben. Megpróbáltuk a második fordulóban még jobban csinálni, hiba nélkül. Egy-két hiba még becsúszott, de jobb volt szerintem az idő is, és a döntés is nagyon jól sikerült. Bogi volt a döntős, és nagyon szépen sikerült, neki a nullásra sikerült. Ő is meglepődött, de örülök neki, hogy ilyen szépen tudott dönteni. A Stihl Országos Fakitermelő Bajnokság egyik kiemelt célja a munkakultúra javítása. Ebből kifolyólag nem véletlen, hogy Császáron vendégül látták a Fakitermelési Munkakultúra Alapítványt. Így a versenyzők Ritlinger Robert és Szép Szabolcs közreműködésével megismerhették az egyéni fakitermelő versenyszéria szabályrendszerét is. Az alapítvány egyébként május 18-án Miskolc térségében versenyt is rendez. Május 18-án egy ilyen visszatérő versenyt szeretnénk folytatni, megrendezni, ami hosszú évekkel ezelőtt nagyon sokáig része volt magyarországi életnek, az erdészeti életnek, és ez megszűnt valamikor a 90-es évek elején, és ezt újra szeretnénk eleveníteni, ezt a régi hagyományt. Igazából az erdőn dolgozóknak az öttusáját nevezhetném, döntés, darabolás számból lánckímélő kombinált, lánccsere és gajazás. Tehát öt számból vetjük össze a tudásunkat,
és aki jobb lesz belőle, az magyar bajnok lesz. Gyakorlatilag a magyar RDS-re épülő szabályrendszert követve történik az értékelés. Tehát egy kicsit másabb, mint a bajnokságban, kicsit szigorúbbak a szabályok, de ugyanúgy kell dönteni, ugyanúgy kell gajazni, egységesek a feltételek, hámozott fánk, hengermart fánk, tehát hogy a szögmérő és a stopperóra meg a tolómérő fogja eldönteni a különbséget. Ritlinger Robert egyébként a Stihl országos fakitermelő bajnokság egyik legjobb csapatát vezeti. 2023-ban például a döntőben is győzni tudtak. Nem véletlen, hogy idén is készülnek a megmérettetésre. Még nem vonultunk vissza, úgyhogy nyilván ott leszünk. Vagyis szeretnénk ott lenni, mert bármi közbe jöhet. De azon dolgozunk, hogy ugyanazzal a csapattal, ugyanazzal az összetétellel részt veszünk a bajnokok bajnokán is. Reméljük a legjobbakat, és utána a regionális versenyünk, pontosan nem is tudom az időpontját, ott is részt veszünk, azt úgy általában behúzzuk, tehát részt vehetünk az országos versenyen, és hát ott nyilván nekünk fel kell kötni a gatyát a többiek miatt, de rettegjenek a többiek. A szeptemberi országos döntőbe Császáról is a legjobb 5 csapat jutott be, így a dobogósok mellett a tűzoltóság Móvár Flexfin Kft., valamint a Farkasgyepői Erdészet 4-ese kivívta a továbbjutást. A következő regionális forduló május 11-én Ásotthalmon lesz, majd június 1-én Gödöllőn, június 15-én Keszegen, június 22-én Somogyszobon, augusztus 31-én pedig Bükkzsércen zúgnak fel a Stihl fűrészek. A szeptemberi döntő helyszíne és időpontja még szervezés alatt, de az biztos, hogy május 25-én ismét lesz bajnokok bajnoka, egyenes kieséses kupa a 2023-as év legjobb 8 csapatával. Méghozzá szokás szerint a Hídi Vásárral egybekötve. Műsorunkat a Stihl Kft. Támogatta.